Jó reggelt, jó napot, jó estét, esetleg jó éjszakát, kinek mi van. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Bözsiland, annak mondom, aki még nem látta, hiszen már egy rész ebből a sorozatból felkerült, konkrétan, ahol hát bőfél órán keresztül beszélek a pénzről itt Angliában. Nos, hallgatva az idők szavára, meg a kommentelőkére, úgy döntöttem, hogy akkor ezt a nagy filmet fölbontom részleteire, ha már hogy szétszedtem témakörökre, és akkor ezek a darabok fognak most a csatornámon megjelenni a következő napokban, úgyhogy akinek az a nagy, hosszú film az túl sok, az most témánként lebontva megkaphatja ugyanazt, és akkor remélem így fogyaszthatóbb lesz. Bízom benne, hogy aki azt látta, az nem fog csalódni abban, hogy most ugyanazt kapja megint, de annak érdekében, hogy aki még nem látta, vagy aki szeretném végignézni, és tudja fogyasztani, azok érdekében csinálom így, hogy akkor földarabolom. És természetesen lesznek majd új videók is hamarosan. Addig is köszönöm szépen a figyelmet, kitartást kívánok azoknak, akik megpróbálják megvárni, hogy új film jöjjön, ne pedig a réginek a földarabolása. A többieknek pedig, hát remélem, hogy tudok jó és érdekes és hasznos információkkal szolgálni. Próbálok elmondani, ami a pénzzel kapcsolatos. A legalapvetőbb, hogy itt ugye bankjegyek és érmények is vannak, és egy pennytől egészen 50 fontig terjednek a különböző címletek, viszont 50 fontos papírpénz az már nem nagyon van forgalomban, sőt tudom, abszolút nincs már forgalomban, tehát a legnagyobb címlet az a 20-as. Ugye az automaták is csak 20-asokat adnak ki maximum, úgyhogy hát mit tudom én, olyan 1000 fontot akar valaki kivenni a bankból készpénzben, akkor egy ilyen nem vastag, de nem is vékony kötek 20-asokból áll neki össze majd. Amit még tudni kell, hogy minden pénzen, tehát akár érméről beszélünk, akár pedig bankjegyről, valamilyen formában utalás van a királynőre, vagy Angliára, vagy Nagy-Britanniára, ugye? Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye a legapróbb pénz az egy penis, tehát az egy meg két peniseken, sőt, még azt hiszem a 10 penisen sincs rajta a királynő hatmása, tehát a 20 penis a legnagyobb érme, amin fellelhető. Viszont ez is igaz, hogy ugye mindig az aktuális uralkodó képe van rajta mind az érméken, mind a bankjegyen, aki most esetünkben második Erzsébet, ugye? Tehát ha egyszer ő meghal, mert le nem mondható nyáron, nagyon úgy tűnik, tehát ha egyszer ő meghal, akkor jelen pillanatban úgy áll az dolog, hogy a fia Károly herceg lép a trónra, vagy léphet a trónra, vagy hát automatikusan ő lesz ugye az uralkodó. Aztán, hogy ő meddig uralkodik, tehát hogy azonnal lemond-e a fia, saját fia javára, vagy pedig tényleg tovább viszi a koronát, hogy úgy mondjam, azt már az ő döntése, azt még így nem tudjuk, de ha stabilan marad Károly az uralkodó, akkor ugye God save the Queen, but God save the King lesz, tehát Isten óvd a királynőt helyett Isten óvd a királyt, de ettől függetlenül az ő arcképe kerül rá a bankjegyekre, illetve új érméket vernek, amiken a királynő képe szerepel.
Tehát ennyiben mindenképpen változás történik Erzsébet halála után, mert, mint mondtam, mindig az aktuális uralkodó képe van rajta, mind a bankjegyen, mind a pénzérméken. Amit még tudni kell, ha már pénzről beszélünk, mármint pénzegységekről, hogy a papírpénzek, azok nem papírból vannak. Papírpénznek nevezzük őket, ha úgy vesszük, legalábbis a magyar nyelv szerint, de ezek bankjegyek, és a bankjegyek azok ilyen, mondjuk úgy, hogy kvázi műanyagból vannak, tehát abban a tekintetben, hogy nem papírból készülnek ma már, hanem a kevésbé jó hamisíthatóság kedvéért. Hát most ezt nagyon cifrán mondtam, de a lényeg az, hogy azért, hogy ne legyen könnyű hamisítani, akkor mondom így, hogy ne legyen könnyű hamisítani, ezért, meg környezetvédelmi szempontok miatt is, ezért átértek erre a kvázi műanyag jellegű papírpénze, ami azért műanyag, mert ha megtapintod, tehát olyan a hatás, mintha műanyagból készült volna, de valójában ez egy ilyen speciális anyag, speciális papír, mondjuk így, illetve állati fagyú van belekeverve, és a kettőnek az elegye adja azt az egészen speciális anyagot, amire nyomtatják most már a bankjegyeket. A forgalomban még előfordulhat itt-ott véletlenszerűen egy-egy papírbankjegy, de ennek az esélye most már nagyon-nagyon kicsi, tehát most folyamatosan vonták ki a forgalomból a papírpénzeket, mármint a papíralapú papírpénzeket, tehát a papíralapú bankjegyeket, és ebből adódik az, hogy nagy valószínűséggel én azt mondom, hogy kb. Olyan 90% ezeknek a bankjegyeknek, a papíralapú bankjegyeknek már mind bankban van, nagy valószínűséggel a Brit Nemzeti Bankban, de ezt nem tudom pontosan megállapítani, de az a tény, hogy most már nem nagyon találkozni papíralapú bankjegyekkel.